Vadonatúj polcokon eddig sohasem látott kínálat várja azokat, akik belépnek az Atomerőmű Horgász Egyesület átalakult horgásztanyájába. Belül teljesen átváltozott az üzlet, és jelentősen bővült az itt kapható termékek palettája is. Tessék, horgásztanya! Bátor Zsolt, a megújult horgásztanya üzemeltetője, azt mondja, rengeteget dolgoztak azon, hogy mindenki megtalálja itt, amit szeretne. Teljes mértékben átalakult, próbáltunk egy nagyobb helyet biztosítani a vevőknek, tehát hogy több ember elférjen, színvonalasabbra tenni, és rengeteg új dolgot beletenni, hogy szép legyen, átláthatóbb legyen, és mindenki megtalálja a kedvére valót. Az új üzemeltető komoly tervekkel érkezett, a horgásztanyát egy olyan bázissá tenni, amely nem csak horgászoknak szól. Az elsődleges célok között egy hátsó terasz megépítése szerepel. Egy ugyanilyen hasonló, mint amit itt van előttünk, egy fedett terasz. Esetleg még annyi, hogy ez egy zárható terasz lesz, egy fűthető terasz, ami rosszabb időben is igénybe lehet venni. Ez mindenki rendelkezésére áll, a biciklisektől kezdve a horgászokig. A horgásztanya új üzemeltetője az Atomerőmű Horgász Egyesülettel karöltve átalakítaná az épület előterét is. Szeretnénk egyre jobban kiszolgálni azokat az igényeket is, akár a kerékpáros kirándulások, családi kirándulások egy-egy sétának megfelelő fogadó helyszínt biztosítsunk, akár ugye a családdal érkezőknek, gyerekekkel érkezőknek. Tehát megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy itt elől a büfé melletti részen a gyerekeknek egy-két játékra alkalmas kis játszótér jellegű építményt, játékot beruházunk. Ez van most a tervben. Az új üzemeltetőt három pályázó közül választotta ki az Atomerőmű Horgász Egyesület vezetése.